Absztrakt festmények, az újrahasznosítás jegyében készített alkotások, gyapjú hímzés, de fotók, karikatúrák és szobrok is helyet kaptak azon a kiállításon, amit a Flash központban nyitottak meg május 2-án. A tárlatot a Flash 40 programsorozat keretében hozták létre, ami ezúttal a Retrospektív címet kapta. Gondoltuk, hogy ebben az évben, ebben a 40. születésnapi évben megpróbáljuk feleleveníteni mind a művészeti ágak szerint a 40 évünket, és erre gondoltunk, hogy a képzőművészetet sem hagyhatjuk ki, mert azért elég nagy múlttal rendelkezünk, és úgy gondoltuk, hogy 40 alkotást fogunk elhívni ide, és 20 művészt. Azaz olyan 20 művészt, akik itt folyamatosan kiállítottak, vagy egyszer legalább nagy kiállításuk volt itt a Flash központban, és őket hívtuk vissza 2 alkotással. A kiállítást ünnepélyes keretek között a Flash központ aulájában nyitották meg, ahol köszöntőt Csiszár Péter mondott, aki beszédében kiemelte, az elmúlt 40 évben a Szigetköz agórája mindig törekedett arra, hogy olyan alkotó egyéneknek és közösségeknek biztosítson bemutatkozási lehetőséget és teret, akikhez és amelyekhez mindig jó tartozni. Hozzátette, a tárlatról katalógus is készült, ami a kiállított alkotások mellett a művészek gondolatait is tartalmazza. A kiállítás megnyitóján köszöntő beszédet mondott Árvai István, aki az elmúlt 40 év fontosságát és munkáját emelte ki, valamint a kiállító művészeket is köszöntötte. Ugye a művészeknek könnyű visszatekinteni 40 éve, majdnem napra pontosan csak 20 éves voltam akkor. Nem tudnám felidézni minden állomását ennek a 40 évnek csak ilyen egyszerűen. De ugye akinek katalógusok jelzik az életútját, annak csak bele kell lapozni, és pontosan látja, hogy mit tett és mit nem tett ez alatt a hosszú idő alatt. Ez a típusú visszatekintés az mindenkinek fontos, akár idősebb, akár fiatalabb. Ezt idősebb korban gyakrabban elvégezzük, fiatalabb korban viszonylag ritkán. A köszöntőket követően aztán a csütörtöki szalon versmondói, valamint Alasztics Balázs és Futó Gábor műsorát láthatta a közönség. A kiállítás keretein belül Mosonmagyaróvárért emlékérmet vehetett át Varga György festőművész, a Kortárs Művészeti Panoráma kuratóriumi elnöke, aki a város képzőművészeti életében betöltött szerepéért, Mosonmagyaróvár hírnevének öregbítéséért, a kortárs művészek népszerűsítéséért érdemelte ki az elismerést. Én mindig adom voltam, hogy jó dolgokat állítsunk ki Szlovákiába, itt művésztelepeken. Az ember olyan volt, hogy magától jött a dolog már, tehát nem kellett itt magyarázkodni, hanem jó eső érzés volt kollégákkal itt találkozni. Ez, amit most kaptam, ilyen kitüntet, ez csodálatos volt. Annyira meglepődtem, ugye, mert nem számítottam rá, és jó eső érzés volt. A Retrospektív című tárlat május 20-áig tekinthető meg a Flash központ nyitvatartás idejében.